Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Bak, teli hold, 2024. június 22-én teli hold a bakban. És figyelem, kedves bak, júliusban is lesz teli hold, és megint csak a bakban. Ez ritka, ez nagyon ritka dolog, és ez fantasztikus dolog. Tehát most is a bak a főszereplő, és júliusban is. Ezt ki kell használni a baknak. A teli hold valamit kivilágít nekünk, valamit be tud fejezni, valamilyen eredményt adhat nekünk. Főleg, amit elkezdtünk januárban. Például valamit elkezdtünk, vagy elindítottunk, valamiben belevágtunk, valami elindult, amikor új hold volt a bakban. Na most láthatjuk például az eredményt, vagy most befejezzük. Mi lehet? Ugye itt az egyes ház dominál, teli hold a bakban, bármi lehet, bármi, egyes ház. Én vagyok, a külső, a belső, a hangulatom, kvázi az egész életem, a teli hold kivilágít, tehát kivilágítja a bakot, jobban észre fogják venni a bakot, megszépülhet a bak például. 2 hétig tarthat a teli holdnak az energiája, vagy akár 1 hónapig is. Hát itt most igen, júliusban is a főszereplő a bak. Ha a teli holdról beszélünk, valami kiugrott, na nézzük, a főpapnő. Így van, a bak a főszereplő. A védőkártyát megkaptuk. A hold ide tartozik, ehhez a kártyához, a főpapnőhöz. Ez nagy arkánum, a 2-es. A főpapnő. A fenti erők védelmezni fogják a bak szülötteket. Az intuíció ide tartozik ehhez a kártyához. Figyelem, figyelni kell az intuícióra, az álmokra, egy profétai álom is lehet. A titok is ide tartozik ehhez a kártyához, és a teli hold igenis megmutathat nekünk valamit. Kiderülhet valami, kiderülhet a titok. Egy titkos információt megtudhatunk. A legmisztikusabb kártyát megkaptuk. Kiugrott. Jönni akart. Jó, a folytatás is tetszik nekem. Megint nagy árkánom. És milyen kártya ez? A baknak a kártyája. Tadám! Az ördög. A 15-ös. Ez itt a macska démon. A macska démon. Lehet, hogy a hold megmutatja a titkos démonokat, amik bennünk rejtőznek. Ez is benne van a pakliban. Na most, én szeretem ezeket a kártyákat. A macska démon a függőség például ide tartozik. Teli holdkor, teli hold utána nagyon jó valamitől vagy valakitől megszabadulni, és a teli hold, ez az energia segít nekünk valamitől, vagy valakitől megszabadulni. Valamilyen démontól, valamilyen függőségtől. Legyen az alkohol, legyen az evés, legyen a szerencsejáték, legyen az egy toxikus párkapcsolat, legyen az hitel például, mert a bank is egy démon. De ennek az ördögnek, ennek a macska démonnak van pozitív oldala is, például a hatalom, a nagy pénz. Lehet, hogy a bak megkapja a hatalmat. Hát hiszen a bak most a főszereplő. Megkapja azt a nagy pénzt, a hatalmat, igen. Visszaélni a hatalommal nem kell, de ez csak tanács. Manipulálni másokkal, azt sem tanácsolom, de ez is csak tanács. Tehát a démonnak van pozitív, van negatív oldala. Mi most a pozitív oldalt nézzük, és én kimondottan a pozitív oldalt is érzem. Tehát megszabadulni valamilyen démoni dologtól, megszabadulni valamilyen függőségtől, valamilyen korlátozástól, valamilyen toxikus dologtól, megszabadulni. Tehát segít, és a teli hold az ilyen, az megszabadít minket. Ég 2.
Tes. Ó, a döntés. Ég. Ez kardok, ez levegő energia. Kardok, ész. Meghozom azt az észszerű döntést. Oda akarok lenni láncolva ehhez a démonhoz, vagy azt mondom, hogy nem. Én döntöm el. Az összes kis kettes, ezek a kis kettesek, kis arkánum, ehhez a nagy ketteshez tartoznak. Az előbb raktam ki a kirakást a nyilasnak. És most, teli holdkor, ugye teli hold a bak csillagjegyben, a bakban egyes fok, tehát ez itt a kezdés, még itt lehet érezni tűzenergiát és nyilas energiát is lehet érezni. És a nyilasnak is kijött ez a főpapnő, és még kettő darab kettes. Milyen érdekes, hogy itt bakenergia is van, nyilas energia is van. És a nyilasnak is, és a baknak is azért kijöttek ezek a kettesek. És csak így most átfutott az agyamon, de több minden, de nem fér bele a videóba. Na, még egyet. Éreztem, hogy húzni kell. A szerencsekerék. A szerencsés pillanat, a szerencsés fordulat, a szerencsés lehetőség, az utazás, a költözés, a nyaralás, a lottónyeremi, bármi lehet itt. Nem hiába a nagy favorit a bak. Júniusban is, és júliusban is. Tehát ezt a szerencsét nem szabad elszalasztani, ezt meg kell ragadni. Belekapaszkodni. És pörögjön az a szerencse kerék. Tetszenek nekem ezek az energiák, tetszenek. Tetszenek. Tehát lesz itt pénz is, lesz itt szerencse is, lesz itt hatalom is, hiszen a macska démon a ti kártyátok. Nos, hármas, jaj, de jó, nézzük csak. Ez is egy csodálatos kártya, és ez is egy csodálatos kártya. Ez a király, az érmi királya, ez maga a bak. Tehát királyok és királynők leszünk, és alatta meg a királynő. Tessék, hát így beszélnek hozzánk a kártyák. Király és a királynő. És ott is érmék, erő, új kezdés, tehát megszabadulás a pénztelenségtől, jön a pénz. Tehát királyság várható. Királyok és királynők leszünk. Fantasztikus. Hármas. Botok, tűzenergia, megyünk egyenesen a célokhoz. Jó úton haladunk. Jó úton haladunk. Így kell folytatni tovább. Ezt üzeni ez a kártya. Tovább. Tovább tanulni, tovább dolgozni azon a projekten. Tovább. Amit elkezdtünk, érdemes folytatni. Nem állunk meg. Nagyon tetszenek nekem ezek a kártyák. Szeretnék én húzni még, mint a királynő, mint a király fogja folytatni ezt az utat. Van itt aktív energia. Na de a rúnák mit üzennek nekünk? Még azért én szeretnék húzni egyet. Nyolcas, nagyon jó. Nyolcas. Nagyon szeretem ezt a kártyát. Tűz, energia dominál, botok. Nyolcas. Gyorsaság. Gyorsan, váratlanul jön valamilyen szerencsés lehetőség, fordulat, pénz. Ez a kártya is mutat nekünk üzenetet, híreket mutat nekünk. Lehet egy... Na, hirtelen akartam mondani. Ez a postás kártyája, azt szoktam mondani. Mit hoz a postás? Levelet, csomagot. Csomagot kapunk. Lehet, mi fogjuk feladni ezt a csomagot. De ez is mutat utazást, és a szerencsekerék is mutat utazást. Hát mikor, ha nem most? Hát nyár van, hát persze. De amire felfigyeltem most itt még egyszer, az a szivárvány. A szivárvány az mindig egy pozitív jel.
az mindig egy pozitív jel. Ha kint látunk egy szivárványt, vagy véletlenül tükröződik egy szivárvány a buszban, vagy bárhol, az mindig egy pozitív jel, hogy valami jóra fordul, valami jó várható, jó végeredmény lesz. Tehát ez egy pozitív jel. Megkoronáztuk ezt a kirakást, megkoronáztuk. Na mi van itt? Na mi van itt? Mi ez? Varjú szellem, alkos a szellemmel. Alkos a szellemmel. Most ez a szellem, ez maga a teli hold. A mostani és a júliusi is. Együtt kell élni ezzel a teli holddal, ezzel az energiával. Át kell venni ezt az energiát. Ez brutális nagy szerencse. Ez tényleg egy szerencsés pillanat, fordulat, időszak. Hát a fortuna ránk kacsint itt. Tisztességesen, kvázi. És ez a királynő mit mond nekünk? A hold királynő. Nagyon tetszenek nekem itt ezek az energiák. Nagyon. Tehát, ha van valamilyen probléma, ha van valamilyen pénztelenség, ugye két erős pénzes kártyát kaptunk, királynő és király, hogy, hát ezek nagy, brutálisan erős kártyák. Ha van anyagi probléma, akkor ez megoldódik egyértelmű. Mert a szerencsekerék is nagy pénzt mutat, az ördög is nagy pénzt mutat. Például érmék, értékek, tehát valamilyen értékes dolog belép az életünkbe. Nos, ilyen csodálatos hold van, ez a hold, sötét hold, az ürességet valami ki fogja tölteni. Valami, ami nekünk értékes, valamilyen érték be fog jönni az életünkbe, és betölti ezt az ürességet. Ez az érték bármi lehet. Hát kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek a szerelem, valakinek a karrier, valakinek a család, de itt vannak ezek az érmi királynő és király. Zseniális. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!